Én bevallom őszintén, és lehet, hogy ez, hogy mondjam, akár szégyelni kéne. Én azzal sem voltam tisztában, amikor a Mengele történetével elkezdtem ismerkedni, hogy ő megélte a boldog öregkort. Ugye 1979-ben halt meg. Úgy kezdődött az egész Mengelével való foglalkozásom, hogy én megláttam róla egy öregkori képet egy magazin illusztrációjaként. Először fölhúztam magam azon, hogy lehet az, hogy ő egy ilyen joviális öreg úrrá öregedhetett, miközben hát több százezer ember haláláért, köztük nagyon sok magyar haláláért felelős. Aztán az ő bujdosásával kapcsolatban ezer és egy olyan tény merült föl, ami meghökkentő volt. Az egyik például az, ami nekünk magyaroknak érdekes, lehet, hogy nem csak az áldozatai, hanem a cinkosai között is voltak magyarok. Az utolsó 20 évében egy magyar házaspár bújtatta Brazíliában, a Stammer Géza és Gitta. Az ő történetük, szerintem önmagában ez az életrajzi adat is érdekes, de hát az ő történetük az egészen izgalmas. Ez a könyv, ez két részből áll, ez a két rész, ez reményeim szerint felesel egymással, vagy valamilyen aktív viszonyban van egymással. Az első rész az rekonstruálni próbálja azokat az évtizedeket, amiket a bujdosó József Mengele Dél-Amerikában töltött, először Argentinában, rövid ideig Paraguayban, aztán Brazíliában. Tehát ezeknek az évtizedeknek a rekonstrukciója az első rész, a második rész az pedig egy fikció, de ez is olyan fikció, aminek azért van köze vagy találkozási pontja a valósággal, mert hogy a 60-as évek elején Adolf Eichmannt elfogják az izraeli titkos ügynökök Buenos Airesben, Jeruzsálembe viszik, bíróság elé állítják, és terv volt az is, hogy József Mengelét, akiről szintén tudták, hogy Argentinában bujkál, őt szintén elfogják, és ugyanígy Jeruzsálembe viszik. Éppen az Eichmann elfogás miatt ökereket tudott oldani, és aztán utána még évtizedekig bujkált, de ilyen értelemben egyáltalán nem lett volna elképzelhetetlen az, hogy fordítva történik a dolog. Mengelét fogják el, és Eichmann old kereket. Én azzal a fikcióval játszottam el, hogy mi történt volna, ha Mengelét elfogják, és bíróság elé állítják. És a második résznek a, hát hogy mondjam, dramaturgiája, az az Eichmann per eredeti jogi koreográfiáját követi. Úgyhogy azért mondom, hogy noha fikció, nagyon sok ponton ez is találkozik a valósággal. A rendelkezésre álló információk alapján, és ez viszonylag sok információ, ezek József Mengelétől származó információk, levelek, naplók, és egyébként túlnyomó részt a levelezés, amelyiknek egy nagy része ugye megmaradt. Ezekből az derül ki, hogy mindenféle önreflexió nélkül élte a bujdosás évtizedeit. Nincs jele annak, hogy ő megbánta volna, és ott nem csak annak nincs jele, hogy megbánta volna azt, amit tett, hanem hogy különösebben tudatos viszonyt alakított volna ki ahhoz, amit ő Auschwitz-Birkenau-ban tett volna. Hogyha magyarul, hogyha egy mondattal kell válaszolnom, akkor nem feltételezem, vagy nem gondolom azt, hogy ő megbánta volna, amit tett. Vannak olyan emberi gyarlóságok, amik kivételes történelmi helyzetben, vagy azért, mert nagyon félünk, vagy azért, mert váratlanul és bizonyos értelemben érdemtelenül hatalomhoz jutottunk. Ezek az emberi gyarlóságok bűnné, tömegpusztító erővé tudnak válni. És én szerintem József Mengele esetében is beazonosítható egy ilyen mindannyiunkban meglévő emberi gyarlóság, ez pedig a narcisztikusság, az egocentrikusság, az önmagunk képességeibe való vetett hit, az ő esetében a saját képességeibe vetett kritikátlan hit. Ez ettől még csak magában valaki egy ellenszenves emberré válna, de amikor kivételes történelmi helyzetben ez hatalommal párosul, ráadásul egészen extrém hatalommal, akkor abból egy tömeggyilkos pályája is kikerekedhet, amivel egyáltalán nem felmenteni akarom József Mengelét, tehát hogy én ezt nem valamiféle, hogy mondjam, a büntethetőséget kizáró oknak látom, hogy ő áldozata lenne a kivételes történelmi körülményeknek, inkább csak azt mondom, hogy az a nagyon izgalmas az ő története, az kicsit úgy épül föl, mint egy hagyma, hogy a külső héj az olvasható úgy, mint egy történelmi krimi. Adva van egy ember, akit a világ legtöbb eszközzel és pénzzel felszerelt ügynökségei üldöznek, és ő mégis évtizedeken át sikerrel tud
elbújni előlük, például magyarok bújtatják. Tehát ez, ennek a felszínes olvasata is egy izgalmas, krimiszerű történet, ami érdemessé tenné arra, hogy könyvben vagy színházban feldolgozzák az emberek a világon bárhol. De ennek a történetnek vannak mélyebb rétegei is, amik szerintem még izgalmasabbak. És a legközepén ennek a történetnek az a réteg van, ami arról szól, hogy bizony-bizony a mindannyiunkban meglévő emberi gyarlóságok kivételes helyzetben egészen pusztító erővé válhatnak. József Attilával szólva, hogy a szabadság szülte rend az azért jó, mert egy bizonyos szinten túl a saját gyarlóságainktól is meg tud védeni minket. Tehát természetesen a hétköznapi gyarlóságok, hogyha fokozódni tudnak a maguk kisebb vagy tágabb környezetében, akkor azok mindig pusztító erővé tudnak válni. De olyan pusztító erővé, mint amilyennél a Shoah vagy a holokauszt esetében váltak, ahhoz kellett az is, hogy a szabadság szülte rendet fölváltsa a zsarnokság. Tehát sokat lehet kritizálni, meg valószínűleg kell is, mert ez tartja életben a demokráciát, de az kétségtelen, hogy a demokráciát, amit én ilyen értelemben a szabadság szülte renddel azonosítok, annak az a nagy ereje, hogy akár a saját gyarlóságainktól is képes megvédeni minket, legalábbis attól, hogy ezek olyan extrém méreteket öltsenek, mint amilyeneket már öltöttek a történelmünkben nem egyszer. Azt lehetett látni, hogy természetesen ezekben a nagyon emberpróbáló időkben is voltak olyanok, akik meg tudtak maradni embernek, akik ezt a bizonyos erkölcsi minimumot ezt nem lépték át. De hát általában az látszik, hogy itt nem egyik pillanatra a másikra válik valaki gonosszá, gyengévé, árulóvá, sorjázhatnának azok a szavak, amikkel ugye a gyenge vagy a rossz embereket leszoktuk írni, hanem szép fokozatosan válnak azzá, és elképesztően, időnként azt kell, hogy mondjam, elképesztően szellemes mechanizmusa tud bekapcsolni annak, ahogy az ember fölmenti magát és megmagyarázza. Tehát ahogy fokról fokra egyre inkább adja föl azt, amit korábban ő rendnek, vagy a személyes erkölcsi mércéjének tartott, ahogy azt szépen lebontja fokról fokra, és ezt folyamatosan meg tudja magyarázni. Ez Mengelénél is megfigyelhető egyébként, ahogy fokozatosan lakja be az új szerepét bizonyos értelemben. De mondom, azért ne felejtsük el, hogy ezekben az időkben is voltak olyan emberek, akik ezt az erkölcsi minimumot sose lépték át. Sem félelemből, sem azért, mert nagy hatalom került a kezükbe.